Sziasztok! Ma folytatom a tördés Total War Dividend Conquer végigjátszásomat Vasudvarda, és itt maradt abba, hogy például a trollsereggel elfoglaltam ugye Biriget. Ugye Dunlarkot a Sarumannal kell majd elfoglaljam, ugyanúgy Alcfudot is. És arra gondoltam ugye, hogy elfoglalnám Heorot várát. Ahol van egy csapat Guardians of Enedvite is. Oké. Na jó. És ugye a Nazgullal, méghozzá Zagár ugye, vele indítom meg a támadást. Ahol nagyjából, a fenébe, mindegyik sereg becsatlakozik. Ó, te jó ég. Akkor az 4 sereg. Wow. Szóval 4 sereg a 2-2-vel. Nekem ugye 2 sereg, az ellenségnek 4. Bakker. Hát ez érdekes lesz, az egyszer biztos. Ebben a seregben nincsenek trollok, vagy nazgályok sem. Az nem jó. Amíg nazgály van, csak ugye a táboroki textőrség. Okay. Legjobb az egész, hogy itt van egy egész szép magaslat. Így az íjászok ugye majd tudnak mészárolni. Hát kíváncsi vagyok, hogy az AI mit kezd ugye. Én berakom, hogy támadjon, aztán lássuk, hogy mi lesz. Az egyik erősítés ugye pont a hátamba jön. A másik erősítés pedig az AI hátába jön. Támadási parancsot adok. Meglátjuk, mi lesz belőle. Oké, a legjobb az egészben, hogy milyen a magaslat. Uruk-hai Infantry. Ez az egység még rohan területén volt leképezve. Wow, ezek Vasudvardban voltak leképezve. Ez az egység szintén. Wow. Ez az egység volt ugye leképezve, ez a 7. csapat. Az szép. Nem gondoltam volna, hogy túlélik ezt az egészet. Légió 7, ugye? Isengard. Szekerek. Oké, okay, azokat nem szeressem. Mondjuk, lehet, hogy ezek a szekerek annyira nem erősek, mint a Rün szekerek voltak. Oké, a berserkereket arra gondoltam, be is küldöm. Ők ugye arra vannak, hogy bemenjenek, aztán minél nagyobb veszteséget okozzanak, az kész. Igen, ugye 2 egység erre, és 2 egység pedig erre. Kicsit ugye a játéknak nem tetszik az, hogy ilyen sokan vannak, de hát ez van. Oké, az erősítésem pedig... ők is csinálnak valamit. Nem tudom, mit fog elérni az AI, de... lesz, ami lesz, ugye?
Ujj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 j
Ám bár az ilyen csatákat szeretem a legjobban. Nem az, mikor lagol a játék, hanem az, mikor ugye ilyen sokan vannak. Ezek a csaták a legjobbak. És ugye főleg azért, mert igazából ilyenkor kevés az esély a győzelemre is. Most már csak ugye az a kérdés, hogy hogyan teljesít az AI, az erősítés. Oké, lövi az AI a kaput, ami ugye azt jelenti, hogy tudja, hogy mit kell csináljon. Például a River Elder az megtört, ó, wow. Oké. Ez jó, hogy megtört. Itt van a izé, a Guardians of Enedvite. Te jó ég, mekkora a lándzsájuk van. Az igen? The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Igazából egy kicsit attól félek, hogy lefagy a játék. Vagy kifagy. Hát bár nem hiszem, csak ugye jelenleg kevés az FPS, kb. Annyi az egész. Oké, szamszeri jászok ide. Oké, itt ugye két csapat berserker, fejlesztett fegyver, meg páncél, plusz ugye tapasztalatuk is van. Ezeket ugye itt le fogják győzni. Főleg, hogyha egy csapat szamszeri jász bejön. Felküldök egy csapat számszeriázt a falra, és lőjük őket, az lesz a legjobb. Ebben a csatában ugye be kell vessem a izét is, a számszeriászokat, mert ugye rendkívül sok az ellenség, szóval nagyon sok. Várjunk, ott van az Elder Guildsman, az ugye izét jelenti akkor, tábornokot. Oké, igazából jön ide is egy Samsarias egység, és ez a kettő pedig ide. Oké, ez a pikás egység, jaj, elkapták a izét. Rendben, vargok vonuljanak egy kicsit vissza. Elkapták az íjászaimat. Rá kéne menni ezekre a lovas előcsatározókra. Elkapták az íjászokat plusz a ballisztásokat. Oké, okay, mondjuk az nem jó, hogy lövik a számszeri jászaimat.
Na mindegy, majd mi is lőjük őket. Oké, okay, itt igazából már túl sokan vannak, szóval irány, irány ide. Oké, okay, három csapat Uruk-hai gyalogossal be kéne menni. Van egy csapat River Elders. Az erősítésem nagy veszteséget eddig nem szenvedett el, valami 500 a veszteségük, az igazából nem olyan vészes. Plusz ugye ennek az erősítésnek vége. Plusz most már a játék sem szaggat annyira, mert ugye egyre kevesebb és kevesebb az ellenség. Meg ugyanúgy nekem is ugye kevesebb emberem van. Oké, okay, itt ugye lassan, de legyőzik őket a berserkerek plusz a szamszriászok. Oké, okay, ideje volt. Oké, okay, ezek a vargok irány erre, és ugye az erősítéseket kéne elkapják. Itt ugye folyamatosan jönnek erősítések, és azokat kell elintézni. Victory will be ours. Ott van egy másik tábornok. A berserkerek bekerítették, szóval szerintem sokáig nem húzza. Rendben, vargok, vargok irány ide. Oké, okay, az itt lévő berserkereket lassan, de legyőzi ugye a túlerő. Sajnos. Oké, okay, még ugye van három csapat Uruk-hai gyalogosom. Oké, okay, a Guardians of Enedvai-t lassan legyőzve. Annyi az egész ugye, hogy az az egység nagyon erős előcsatározásban, de közelharcban annyira már nem. Igazából. Az Enedvati klánok ugye ők közelharcban igazából gyengék. Előcsatározás az, ami ugye nekik nagyon megy. Oké, okay, meghalt még egy tábornok. Oké, okay, itt pedig az egységeik ugye megfutnak.
Oké, itt van ugye a Wildman Defenders, ambár számszerű jászok besegítenek ellenük, minél gyorsabban le legyenek győzve. Igen, most már ugye a játék igazából már nem is laggol, mert nagyjából az ellenség le van győzve. Rendkívül nagy ember tömegeket kell ugye legyőzni. Igazából itt vannak még egy kicsit sokan. Oké, ugye ez a két berserker egység nagyjából le lett győzve teljesen. Oké, most ölték meg az egyiket. Oké, már csak egy berserker maradt. Oké, nem tudok bemenni, mert ugye az a kapu nincs betörve. Így vissza kell menni ugye körbe. Még mindig vannak igazából elég sokan. Még ugye közel sincs vége a harcnak. Számszerű jászok ide. Most ugye megint a főtéren kell legyőzni a megmaradt ellenséget. We've captured the enemy's general. Guard him well and make it so he can see us defeat the rest of his army. Jó lenne őket lőni ugye a számszerijászokkal. Ja, azt hiszem, hogy így igazából sokkal gyorsabb lesz. Ezt a rengeteg könnyű páncélos egységet ugye könnyedén leszedik a számszerűjászok. Oké, itt ugye... Csomóan... Ó, te jó ég. Mi a fene történt itt? Itt rengetegen vannak meghalva, ugye ellenség. Wow. Kész mészárlás volt.
battle is very much in our favor. Victory will be ours. Ready to fight. Only half the enemy force remains. Oké, itt van még ugye némi Foresters of Halet. Na, egy csapat Vargot ugye csak visszaküldök, hogy elintézzék őket. Oké, törjük itt meg őket. Hát mondjuk a Wild Man Defenders, ők igazából egész erős morájuk van, ám bár hadvezér nélkül ők is megtörnek. Oké, az ellenség ugye már csak itt van a főtéren. 96%-a meghalt az ellenségnek. Hát az már késő volt, és meg is törtek, az szép. Oké, az ellenség ugye nagyjából már csak itt vannak egységeik a főtérem. Ja, 100%-a meghalt, vagyis majdnem 100%. A játék ugye már azt mondja, hogy 100%, de igazából még ugye van néhány ellenség. Tökéletes. De jó ég, ez nagyon csúnya vészállás volt. Még az is jól teljesített amúgy az AI. Uruk-hai pikás 502 ölés. Jézus Mária. Várjunk. Az erősítésben több az ölés ugye az egyik egységnél, mint nálam. Nálam ugye a legtöbb a 498. Uruk-hai gyalogos. Az erősítésben pedig 502 Uruk-hai pikás. Az igen? It's a trap! Oké, ugye örülök annak, hogy nem fagyott ki a játék. Nagyon rossz lett volna, hogyha megint le kell játszom a csatát. Az AI valójában jól teljesített ugye a szövetségeseivel, meg ugyanúgy az ellenség is, csak hát mégiscsak ugye Uruk-hájokkal elég könnyű harcolni Enedvati egységek ellen. Ja, elképesztő nagy vereséget szenvedtek ugye. Következő legyen... Sarumannal, Alcfud ellen? Oké, az érdekes lenne.
Legyen alcfood, igen. Hát igazából most mentek egyet. Oké, jó sokan vannak, ám bár... itt is van egy csapat Guardians of Enedvite. Ám bár nekem ugye Nazgályok vannak. Létszámban ugye nagyon kevesen vagyunk. Saruman testőrségét ugye jobb és bal oldalról védi két... vagy egy-egy Orthanc guard. Király. Rengeteg Nazgaj. The tide of battle seems to have turned against us. We must act and halt this turn of events. Szerintem nem lesz gond. Csak éppen jussanak be a Nazgajok, ugye? Oké, ez a négy egység előre, és egy kicsit előre a ballisztákkal is, hogy szétlőjem a tornyokat. Igazából a tornyok azok nagy veszteséget tudnak okozni. És akkor ugye kezdődjék a móka. És még lőjük szét azt a tornyot is. Oké, az ellenséges erősítés az... az erre tart. Rendben, ezek a Nazgályok ide. Orthanc guard a hátukhoz. És Saruman ide. Ezt a két egységet még ugye beküldöm a városba. Hát van egy olyan érzésem, hogy nagy lesz a veszteségem. Mivel a rengeteg előcsatározó. De úgy vagyok vele, hogy igazából nem számít már semmit. Amúgy is ugye a Nazgályokat két helyen tudom képezni, ami egész király.
Mennyi az esély arra, hogy ide tudnám szorítani őket? Milyen király lenne, ugye? Mondjuk a tornyok lőnének, de igazából annyira nem vészes. Hogy ide tudnám szorítani őket, az annyira jó lenne, vagy valahova ide. Hogy ugye ne nagyon tudjanak nagy területet lefogni. Az lenne a legjobb. Oké, jönnek. Inkább támadni kéne. Előcsatározásban valójában nem győznénk. Oké. Valójában egy kicsit jobban szét kéne széledni az egységekkel. Oké, itt kéne ugye áttörni az ellenségen. Oké, egy kapitány meghalt, ami jó. Igen, ugye ezek itt... Várjuk, ezek itt ha megtörnek, akkor egyből be is tudnak... Várjuk, nem, a kapu nem fog kinyílni, vagy igen? Hát fenne tudja. Lehet, hogy ki sem nyílik a kapu majd nekik. Mert ugye közel vagyok. Oké, meghalt a másik kapitány is. Uruk-haj. Oké, valójában kinyílik a kapu, ami rendben van. Az Orthanc Garda pedig igazából egész jól teljesít. Nagy veszteséget nem szenvednek el. Egyelőre. Legjobb az egész, hogy a kapitányaik ugye meghaltak így... ugye a morál az gyenge. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Men.
főtéren van ugye Minhiriat Warriors, Moodkeepers, Wildman Defenders, aminek ugye fejlesztett páncélja is van, ha jól látom. Oké, itt ugye próbálnak bejutni a Nazgájok. Oké, az Orthanc Gárda az végzett, ugye? Ezt a csapat így azt kéne elintézni, bár persze, hogy elszaladnak, hát normális. Mondjuk elintézi majd Saruman és testőrsége. Ujj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 j, itt sokan vannak. Oké, most már nem szaladnak el, sőt rohamoztak, mi a fene? Kizár dolog, hogy ezek az Enedvati egységek megfogják a Nazgájokat. Ám bár itt ugye azért néhány egység nagyobb veszteséget szenved el. Ezeket ugye jó lenne hátba támadni. Only half the enemy force remains. Rendben, itt a főtéren egy kicsit... hogy az a... Ja, hátból lövik őket. Itt kéne ugye valahogy már betörni. Amennyiből ugye lehet, jó lenne nem elveszíteni egységet teljesen, de hogyha veszítek is egységet teljesen, annyira nem lényeges. Mert ugye a Nazgájokat igazából elég gyorsan tudom képezni őket. És amúgy is már a játék vége fele vagyok, szóval a veszteség az igazából semmi sem számít. Nagyjából már csak ugye annyi van, hogy minél nagyobb csatákat játszok le ugye, amennyiből lehet. Mert ugye szeretem az olyan csatákat, mikor az ellenségnek 3-4-szer is több embere van, mint nekem. Azok a legjobb csaták.
Ó, oh, wow, megfutnak, az szép. Oké, okay, irány erre. Oké, okay, itt ugye lassan legyőzve a Mood Keepers. Ott van némi lovas, ők nem tudom mi az eget csinálnak ott. Oké, okay, a Mood Keepers pedig... már csak egy maradt, nem? Igen. Már be van kerítve. Oké. Okay. Annyi neki. Oké, okay, ugye néhány Nazgûl egységet azt hiszem elveszítek. Kettőt vagy talán hármat teljesen. Oké, okay, itt ugye kicsit nagyon egybe vannak tömörülve. Oké, okay, néhány egység a főtérre. Kicsit jobban ugye be kéne keríteni az ellenséget. Oké, okay, 91% az ellenségnek ugye már meghalt. És nagyjából be vannak kerítve.
Várjunk, ebből az egységből csak a zászló hordozó maradt meg, lol. Oké, amúgy igazából nagyjából végig van. Jónak jó volt, csak azért mégis 35% veszteség. Igen, ugye 304 katona halt meg. Oké, ugye... Nazgályok egész jól teljesítettek, a legtöbb ölés, ha jól látom, 358. Az Orthanc Gárda 207 és 187. Ahhoz képest ugye egy Lanzsás egység igazából egész jól teljesítettek. Testőrség ugye 153. Nem, várjunk, a legtöbb ölés igazából 396. Nazgály, ja. Oké, jó volt. Lehet ugye, hogy egy vagy két egységet elveszítettem teljesen. Ám bár tudom pótolni őket Orthanc Gárdával. Szarománnal még el kell foglalnom azt hiszem két területet. Vagy hármat. Tárbad is ott van persze. És meg lett ugye a Pillager of Altsfood-ja. Tökéletes. Igen, két egységet elveszítettem, ám bár egybe rakom az egységeket. És... kell ugye 2, 4, 6, 7 Orthanc Gárda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, oh, elszámoltam, nem, mert csak 7. Oké, itt szintén van némi Nazgai, szóval irány ide. Rendben. Meg lett ugye Altsfood. Következő részt azzal kezdem, még ott van Bree is, amit el kell foglaljak izével. Várjunk, akkor van Fornost Erain, ugye? Sarumannal, Bree, Tarbad. Altsfood megvan, meg ugye Dunlark. Igen, Londér az nem hiszem, hogy legendás városnak számít. Ja. Oké, arra gondoltam, hogy a következő részt ugye azzal fogom kezdeni, hogy elfoglalom Longbottont. Várjunk. Az a két sereg nem csatlakozik be. Az érdekes. És hogyha innen támadok. Akkor sem. Mindegy. Akkor ugye az lesz, hogy... hát mondjuk a csatát lejátszom, de ugye a frakció vezető az... az ugye meg fog halni a csata után. Meg ugye majd le kell győzni azt a két sereget. Metraitnál ugye... annyi az egész, hogy itt ugye szintén nem fognak becsatlakozni, de utána le kell verni ezt a rengeteg sereget. Szóval lesznek ugye nagyobb nyílt terepi csatáim is. Ja. Na jó, akkor nagyjából ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!